Ezen konferencián most a nyelvhasználat helyzetéről és a nyelvhasználati okról beszéltem, arról, hogy az elmúlt 30 évben hogyan alakult ez a kérdés, erről próbáltam egy ilyen mérleget vonni, és hát az előadásom végén nagyon röviden szóltam arról is, hogy jelenleg milyen kérdéseken dolgozunk, és mint kormánybiztosként miről folytatunk tárgyalásokat. Például az, hogy most úgy tűnik, hogy folytathatjuk a munkát a kisebbségi jogalásról szóló törvényen, valamint, hogy arról tárgyalunk, hogy a bizottság, a jelenleg kisebbségi bizottságot egy szinttel magasabbra emeljük, ugye, hogy egy kormánytanács legyen belőle, és a saját kompetenciáimnak is a lehetséges bővítését szeretnénk elérni. Azt említett, hogy az elmúlt 30 évben ugyan történtek változások, de nagyon lassúak ezek a változások. Miért lehet ez így? Az ilyen jogbővítéssel szemben, a magyar nyelv használatnak a jogbővítésével szemben minden szinten elég erős a közeg ellenállása. Ugye sokszor nem elég az, hogy mondjuk egy parlamentben elfogadnak egy törvénymódosítás, gyakran még évekig tart, míg az a végrehajtása is megtörténik, és magában a gyakorlatban is találkozhatunk. Ezekkel ugye erre nagyon jó példa például a vasúti kétnyelvűségnek a példája, vagy a esete, vagy akár a közlekedési táblákkal kapcsolatos dolgok is. Ugye hiába, hogy a törvény már gyakorlatilag több éve hatályos, például az első osztályú utak mellett még mindig nem találkozhatunk ilyen táblákkal. A kék irányjelző táblákról van szó. Azt mondta, hogy növelni kéne a magyar nyelv presztízsét. Miként lenne erre lehetőség? Egyrészt ugye úgy lehet növelni a presztízsét, hogy magát a jogszabályi keretet módosítjuk, ugye, de ez nagymértékben a politikai erőviszonyok és a kompromisszumoknak a kérdése is. De hát nagyon fontos szerepe van ebben például az önkormányzatoknak is, hogy azt a nyelvet használni lehessen a hivatalos érintkezésben is, mert egy hivatalos érintkezésben használható nyelvnek eleve a presztízse nagyobb, mint amit a gyakorlatban nem igen lehet használni.